nemzetközi jogi álláspontot és a nemzetközi jogszokási álláspontot is megismertük, és most kiderült az is, hogy Oroszország és Ukrajna viszonyában mit is jelent a Krím csatlakozása vagy annektálása. A kérdés, amit megígértem, hogy el fogom mondani, az az, hogy a 91-es határok között Ukrajna, mint nagyon friss állam, rengeteg problémával küszködött, és küszködik is. A különböző politikai kormány, tehát a különböző kormányok összesen azért alapvetően két politikai irányról beszélünk. Ha külpolitikailag nézzük, akkor az orosz barát és a nyugat barát, nagyon-nagyon leegyszerűsítem a dolgot. És ez az legutóbb Janukovics előzött miniszterelnök azt nyilatkozta, államelnök. Igen, azt nyilatkozta Ukrajnáról, hogy független állam, hogy olyan állam, amelyik nem tagja egyetlen nemzetközi blokknak sem. Tehát ő úgy értelmezte ezt, hogy semleges politikát folytat, illetve többen mások úgy értelmezték, Európában is, de lehet, hogy Oroszországban, sőt lehet, hogy Ukrajnában is, hogy ez a vezetés az, amelyik a kivárásra spekulál, és az a helyzet, hogy egy ilyen régióban igen nehéz helyzetbe került az a politikai vezetés, amelyiknek meg kellett küzdeni egy sor egyéb probléma mellett, a belső társadalmi feszültséggel, nem csak a politikaival, hanem a gazdasági és szociális feszültséggel, és meg kellett küzdenie ezek után az ebből fakadó, éleződő etnikai feszültséggel. És akkor a kérdés az, hogy mindennek milyen hatása van az európai biztonságra, annál is érdekesebb ez, mivel nagyon sokan, úgy én szerintem nagyon felelőtlenül latolgatják egy fegyveres harcnak, mint államközi háborúnak a lehetőségét. Tehát a kérdés az, hogy ebben a helyzetben mi az, ami idáig vezetett, és hogy hogyan lehet ezt a krízist enyhíteni, vagy valamilyen módon megszüntetni. Köszönöm szépen én is a meghívást, és a kérdést is természetesen, mert rendkívül izgalmas. Nem véletlenül adtam ennek az előadás töredéknek azt a címet, hogy Ukrajna sorsa. Mert itt valóban erről van szó. És a sors mellett azt is, hogy itt geopolitikai konfliktus van, amelynek a hatása Európa biztonságára még jelen pillanatban nem eldöntött. Rendkívül izgalmasnak tartom mindazt, amit Valki professzor úr elmondott az önrendelkedéssel kapcsolatosan, és azzal, hogy ez mint jogi probléma hogyan jelenik meg Ukrajna és ezen belül a Krím esetében. Ezért kénytelen vagyok azzal a gondolattal kezdeni, hogy Ukrajnát illetően pontosabban a volt Szovjetuniót és annak utódállamait illetően minden jogellenes. Az első pillanattól kezdve. Tehát ebből következően azt gondolom, hogy a további esetekben is a nemzetközi jognak nagyon nehéz az alkalmazása ezeket az országokat illetően, de ezt majd még talán később kérdésekre kifejtem. Ahhoz viszonyítva a mai beszélgetést, amit Magyarországon lehet tapasztalni Ukrajnával, illetve az egész kérdés komplexummal kapcsolatosan, állítottam föl 4 szempontot, hogy én hogyan vizsgálnám mindazt, amiről szó van. Azért tettem első helyre azt, hogy nem szurkolók vagyunk, mert én azt érzékelem, hogy különösen a magyar tömegkommunikáció szurkol. Mi egy rendszernek vagyunk a tagjai, NATO-nak, Európai Uniónak, ergo hát azért szurkolunk, hogy a folyamatok úgy alakuljanak, hogy a NATO-nak, illetve az Európai Uniónak azt tetszen, az ő érdekeit valósítsa meg. De ebből nem lehet levezetni igazából azt, ami valóságosan történik ebben a régióban, és főleg Ukrajnában. Ezért tehát én azt gondolom, hogy ezt a szurkolási metódust hagyjuk abba, ne ebből induljunk ki, hanem abból induljunk ki, ami történetiségében, konkrétságában megvalósul, ami történik valójában ezen a területen, és ezt a sokrétűségében, sokoldalúságában próbáljuk feltárni, hozzátéve, hogy én úgy érzem, hogy ez egy olyan sokoldalú
történet, amelyből, hát ha Rubik Ernő ebből állította volna fel a kockáját, soha nem készült volna el. És hát nem utolsó sorban az információk hitelessége, mert ha valami új dolog van abban, ami ebben a régióban ma történik, a korábbi feszültséggócokkal és háborús helyzetekkel szemben, az éppen az, hogy itt egy kifejezetten információs háborúról van szó. Minden fél hazudik, minden fél próbálja az információs eszközöket a maga módján használni. A lehető legkülönfélébb torzítások és ellentorzítások és beavatkozások vannak, ebből következtetve az információk hitelességét borzasztó nehéz valójában megtalálni. Amikor azzal kezdtem, hogy itt lényegében az igazi nemzetközi joggal szemben jött létre, akkor abból kell kiindulni, hogy amikor a Szovjetunió úgymond felbomlott, már ott jogot sértettek, hogyha a Szovjetunió alkotmányát veszük alapul, akkor annak az alkotmánynak nagyon-nagyon sok pontját megsértették, amikor a belavezsei találkozón három elnök úgy döntött, hogy tudomásul veszik a Szovjetunió megszüntét, és létrehozzuk a FAK, tehát a független államok közösségét. Ezt azóta mindenki másként magyarázza, és ebből következően innentől kezdve a kiinduló pont mindegyik torz, de a döntés ott, ami abszolút jogellenes volt, és ami abszolút a Szovjetunió alkotmányával szembe menő döntés született, arról szólt, hogy létrehozzák a független államok közösségét. Ezt írt alá a három elnök, köztük Ukrajna elnöke ezt a papírt. Ez azért izgalmas, mert innentől kezdve az összes többi magán hordozza annak a nyomát, hogy hát bizony itt a jogot nem igazán vették figyelembe, a saját törvényeiket sem, a saját alkotmányokat sem. A Szovjetunió felbontásából született Ukrajna, azt lehet mondani, hogy az ukrán elit, az ukrán Ukrajnában, az Ukrajna területén, az akkori, a szovjet Ukrajna területén élő népek ajándékként kaptak, ezért nem küzdöttek meg, nem vívták ki a függetlenségüket, ezt egyszerűen egy ilyen döntéssel megkapták. Ez azért nagyon izgalmas, mert innentől kezdve azt a három nagyon fontos feladatot, amelyet ahhoz, hogy ez egy független, egységes egészként megmaradjon, meg kellett volna oldani. Ez a három feladat pedig az, hogy egy új nemzetállamot kellett volna alapítani. Mag törvényeivel, rendszerszerűen, politikai, gazdasági, mindenféle rendszerét kialakítva megalkotni az új államot. A másik feladat lett volna az, hogy a Ukrajnát egységben tartó identitást alkossanak, és azt elfogadtassák Ukrajna lakossággal. Ennek a területnek, ezen a területen élő lakossággal, valamennyi rétegével elfogadtassák. És a harmadik, hogy hát ehhez egy megfelelő társadalmi gazdasági berendezkedést gyakorlatban kiépítsék. Nos, azt lehet mondani, hogy mind a mai napig ezt a három feladatot nem oldották meg. Az Ukrajna területén élő elit ezt a három feladatot nem teljesítette. Annyi időnk nincs, hogy végigmondjam azt a négy szakaszt, amely a négy elnökhez kötődik, és hogy melyik időszakban milyen módon nem teljesítették ezt a három feladatot. De a lényege az, hogy ezt meg kellett volna csinálni ahhoz, hogy ez egy valóban független, egységben lévő, és az önállóságát a gyakorlatban is produkálni tudó államként tudjon funkcionálni. Ezt nem tudták megvalósítani. Ezért nem véletlen, hogy a 23 év alatt lényegében legalább négyszer került sor olyan eseményekre, nem olyan intenzitással, mint most, de olyan eseményekre, amelyek Ukrajna önállóságát és egységének a létét kérdőjelezték meg. Kezdve, amikor a Kucsma volt, amikor a Kravcsuk volt az elnök, az első négy évet, amikor Kucsma következett, és az első négy évében lényegében megkísérelte, és gyakorlatában talán a legközelebb állt ahhoz, hogy ezt a három feladatot teljesítse, de a második négy évében, és azért tudta magát megtartani még egy ciklusra, a másik négy évében már azt fogalmazta meg, hogy a
Ukrajna lényege, hogy nem Oroszország. Egy könyvet is írt arról, amely lényegében az identitást próbálta megfogalmazni, és ennek a könyvnek ez volt a címe, hogy Ukrajna nem Oroszország. Utána következett 2004 az úgynevezett narancsos forradalom, amelyet már jelentős mértékben kívülről diszponáltak, és amelynek a keretében született egy olyan ideológia, amely visszavezette ezt a területet, a területen élő egy bizonyos réteg háború előtti identitásához, a banderovi identitáshoz, és ebből következően a 2004-től következő időszak már nem tudta egész Ukrajna területén lévő népeket egy közösségként tartani, és nem véletlen, hogy meg is bukott a Juschenko, aki ennek az időszaknak az elnöke volt, és egy olyan elnököt választottak, amelyik a másik terület, dél és kelet régiónak a képviseletében látott a munkához. Ami most történt, az ennek a megkérdőjelezése volt, ha másként nem megy, hát fegyverrel, de erről majd visszatérek. Mivel kellett számolnia a világnak Ukrajnával kapcsolatosan? Az, hogy van-e döntési mozgástere? Nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy igazából nincs teljes jogú mozgástere. Többek között azért, mert ezt a három feladatot nem tudta teljesíteni. De azért is, mert végül is, mint az elején említettem, a kiinduló döntés az arról szólt, hogy létrehozzák a független államok közösségét. Tehát majdnem egyfajta konfederációként fog működni az a 15 ország, amelyik a Szovjetunióból kialakult. Hogy ez nem jött létre, az egy más kérdés. Igazából nem tudott működni, és az is egy más kérdés. De alapvetően ez azért mindig visszaszorította őket az önállóságukban, korlátozta az önállóságukat, tehát azt a döntési mozgásteret szűkítette, amelyben valóban meg tudták volna az önállóságokat fogalmazni. Miért nem volt elegendő a két évzet a függetlenségben ahhoz, hogy ezt mindezt végrehajtsák? Hát azt gondolom, hogy itt van az a sok oldal, amit össze kellene rakni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt ott. Rendkívül sok a múltból örökölt probléma, rendkívül sok olyan feszültséget örököltek, amelyek erre az időszakra már feszültségé transformálódtak, és hát nem utolsó sorban nagyon fontos megemlíteni, amiről nem nagyon szoktak beszélni, hogy egy teljesen torz társadalmi struktúra alakult ki ez a 23 év alatt. Ez egy oligarchákkal irányított országgá vált, olyan félelmetes nagy különbség jött létre az alsó decilis és a felső decilis között, amit igazából nem is lehet átlátni. Az oligarchák a világ milliárdosainak is az élvonába tartoznak, miközben a nép, különösen a nyugat-ukrajnai nép szegénysége egyszerűen nem is mérhető. Tehát a különbség olyan iszonyatosan nagy, amelyből folyamatosan és mindig benne volt a lehetősége egy összecsapásnak. És hát nem utolsó sorban a geopolitika, amelyik az első pillanattól kezdve megjelent Ukrajna függetlenné válása után, mint ahogy az összes többi 15, mondjuk Oroszországot levéve, az összes többi új országban is megjelent. Ukrajna esetében ez elsősorban abból adódott, hogy Ukrajnával kapcsolatosan nem csak az ott élő népnek volt bizonyos szándéka, hanem szándéka volt a németeknek elsősorban, de hát alapvetően az Európai Uniónak, különösen nagy szándéka volt az Egyesült Államoknak, bárki, bármelyik politikai erő volt éppen hatalmat az Egyesült Államokban, és hát nem utolsó sorban szándékai voltak Ukrajnával kapcsolatosan Oroszországnak is. Teljesen természetesen. Ezért is lehet azt mondani, és én ezt nagyon sokszor már le is írtam, hogy Ukrajna egy krétakör állapotban volt egész fejlődése során, kétfelé húzták, itt majd mutatok is egy érdekes karikatúrát, aminek az a lényege, hogy előbb-utóbb hát vagy elengedik a kezét, és akkor a mélybe zuhan, vagy pedig valamelyik magához húzza, és az még rosszabb helyzetet teremt. Ebben a 23 évben azért azt is figyelembe kell venni, hogy Ukrajna körül a világ is sokat fejlődött.
Ma egy fantasztikusan érdekes előadást hallgattam Kis Benedek Jóskától, itt van, ha jól látom, ott ül hátul. Nagy szeretettel köszöntöm, és mondanám is, hogy egyszer tartsa meg itt ugyanezt az előadását, mert nagyon érdekes, 30-ig tartó stratégiai trendekről tartott előadást. Nos, én egy kicsit másként közelítek a stratégiai trendekhez, de a dolog lényege az, hogy itt van körülbelül olyan 7-8 olyan fő hatásgyakorló mechanizmus, folyamat, amelyik Ukrajna fejlődését és lehetőségeit, geopolitikai lehetőségeit is meghatározza. Nem fogom ezeket kifejteni, hiszen nincs annyi időnk. Csak fölvázoltam, hogy lehessen látni. Amit kiemelnék ebből, az a leglényegesebb, a jelenlegi helyzetet illetően, ez a poszthideg háborús időszak, illetve a korszak is annak a vége, amelyből következően azt jött elő, hogy jelen pillanatban a hidegháború befejezésének az eredményét vitatja a világ, elsősorban az Egyesült Államok. A hidegháború befejezésének a ténye hosszú időn keresztül az volt a közfelfogásban, hogy az Egyesült Államok győzött, a Szovjetunió vereséget szenvedett. Az utód, jogutód Oroszország ezt az első évtizedben elismerte, elfogadta a jelszi időszakban, azt követően azonban már nem fogadta el, és a 2005-ös müncheni nagy biztonságpolitikai értekezleten Putyin egyértelművé tette, hogy Oroszország egy erős állam, amelyik lényegében döntetlenne adta a hidegháború befejeztét. Én 2001-ben készítettem egy egyórás televíziós beszélgetést Gorbacsovval, ahol ugyanezt fogalmazta meg, hogy annak idején ők Bushsal ketten megegyeztek abban, hogy abba hagyják a hidegháborút. Tehát ebből nem következett az, hogy elismeri a Szovjetunió vereségét, és ebből következik Oroszország vesztesként kellene, hogy ma főt hajtson az Egyesült Államok előtt. A putyini politikának a lényege éppen ez, hogy egy erős, energikus Oroszország, ami magával van elfoglalva, de nyitott a világra, és azt szeretné, hogy a saját érdekei figyelembevételével egyenjogúként, egyenrangúként fogadják be a világba. Ezt azonban jelen pillanatban az Egyesült Államok nem fogadja el. Ez egy más kérdés, hogy miért és hogyan alakulnak itt az erőviszonyok. Tény azonban az, hogy ez az egyik próbaköve a mai helyzetnek. Közben itt bemutattam, hogy hogyan is néz ki Ukrajna egészében. Azonban ez az egész Ukrajna, hát nem volt ilyen mindig. Mindig kapott valamit, amit Ukrajnának lehet nevezni. Ezt le kellene vezetni hosszasan történelmen, aki olvassa a Facebookon, elolvashatja, megírtam ennek az egész történelmi folyamatnak a lényegét. Ez volt valamikor ez a kis rész, az, amit azt lehet mondani, hogy Ukrajnának lehet tekinteni. Az összes többit bizonyos időszakokban, bizonyos történelmi körülmények között rakták hozzá. Először a polgárháború után Lenin ezt a hatalmas területet, aztán, illetve bocsánat, előtte még hosszú időn keresztül a különböző cárok. Itt meg kell jegyezni, hogy sokan Oroszország történelmét úgy szokták kicsit viccesen felosztani, hogy Oroszország története az a Péterig tartó időszak, aztán a Péteri időszak, és muszáj oroszul mondom, és a Dnepropetrovszki időszak. Tehát a Dopetrovszki, Petrovszki, Dnepropetrovszki időszak. Tehát amikor lényegében a cárok mellett a döntő feladatokat és a nagy döntéseket az ukránok hozták, ott a cári, hogy mondjam, közvetlen, közeli feladatokat ők látták el. És azután pedig a II. Világháború eredményeként hát eltolták a határokat, és 54-ben pedig, na és ez a döntő dolog, a Krímet ajándékozta Ukrajnának, de házon belül, könyvjóvá írással, ha úgy tetszik, a Krímet Ukrajnának. Hát így néz ki az a terület, amelyet ma Ukrajnának nevezünk. Ezek a megyei Ukrajnának, 25 megye. És hát itt vannak azok a határok, amiről az előbb beszéltem. Ez az a vonal, a Kherszoni vonal, amelyik 19-ben lényegében
az első világháború után és a polgárháború után időszaknak a megállapodásai alapján kialakult, és ott volt akkor a Szovjetunió határa, illetve Lengyelország határa. Végül is a második világháború után, mert közben ugye sok minden változott, tolták ezek a határokat jobbra-balra, második világháború után erre a határa, ez a piros vonal, az a második világháború utáni Szovjetunió határát jelenti, oda tolták a Szovjetunió határát, és hát ezzel eltolták Lengyelországot, egy csomó szudét a német területet is belevéve ebbe a folyamatba. Ez azért érdekes, mert amikor, hát ezt közben mutatom, hogy ez Magyarországon is mit jelentett. Ez azért érdekes, mert amikor most az merül föl, hogy esetleg többfelé válik Ukrajna, akkor ezek a kérdések mind előjönnek. Mind előjönnek, méghozzá olyan mértékben jönnek elő, hogy nem csak a nyelvi, lingvisztikai, etnolingvisztikai kérdések merülnek föl, hanem a második világháború után kialakult határoknak az ügye is, és amelynek az a lényege, ha megtalálom azt, ez az, hogy hát aki akár Galíciát akarja kivonni Ukrajna területéből, akár bármelyik részt, annak tudnia kell, hogy ez a rész Galíciát jelenti, ez Kárpátalját jelenti, ez Beszarábiát jelenti, ez Bukovinát jelenti, bizonyos értelemben ehhez kapcsolódóan jelenti Erdélyt, jelenti Dobrudzsát, de jelenti a már előbb említett szudét, a német vidékeket is. Tehát aki itt a határokhoz, bizonyos értelemben a belső határokhoz is hozzányúl, kiemel ebből területeket, annak tudnia kell, hogy ez tovább fog bomlani. És hogy ehhez kapcsolódóan nem csak az ukrán nacionalisták fognak megjelenni és megkérdőjelezni az ukrajnai egységet, hanem megjelenik a környező országok nacionalistái is. És hogyha egy Orbán Viktor a magyar parlamentben mond egy beszédet, amelyet hát szokás szerint, mert hát mindig ezt szokta mondani az elmúlt évtizedekben, elmond, össze lehet úgy rakni, hogy abból kialakul egy olyan koncepció, amely azt jelenti, hogy hát akkor bizony Magyarország igényt tart, revansista igényt tart Kárpátaljára. És ezt elsősorban azonnal a lengyelek fogalmazzák meg, meg a román vezetők fogalmazzák meg elsősorban, mert nyilvánvalóan nem akarnak lemaradni. Tehát amikor a koncot kablossák, akkor nem akar lemaradni senki. Na most azért a krími ügyekkel kapcsolatban, meg mindaz, ami Ukrajnában történik, természetesen azt is kell tudni, hogy az Oroszországnak is megvannak az érdekei. Hát az oroszországi érdekeket valahogy így játssza le Putyin. És ez pedig azt mutatja, hogy a krímmel kapcsolatosan, hát ezek a szankciók, meg egyebek ebben az esetben, amikor már falatoznak, nem sokat jelent. Sajnos az időnk elment. Ezért csak néhány dolgot az így folyamatosan mutatnék, mert ugye azt lehet látni, hogy hát Ukrajnának ez a sorsa. Ez a sorsa jelen pillanatban, és hát ez a várható lehetősége is. Sajnos nincs igazán lehetőség arra, hogy részletesebben kifejtsem, hogy mi is történt igazából Ukrajnában. De azért még, ha megengedsz, egy percet elmondanék azzal kapcsolatosan, hogy én ott voltam február 19-22-én Kijevben, amikor lényegében az a folyamat elindult, aminek ma issza az ukrán nép a levét. Itt bizony szörnyű dolgok történtek. A jog szempontjából is. Aláírattak Janukovicssal egy olyan papírt, amelynek a lényege az volt, hogy ha mindenki visszavonja a karmait, akkor van lehetőség arra, hogy békés tárgyalásokkal, megegyezésen és alapon Ukrajna egységben marad. Akkor még a Krím is hozzátartozott. Tehát az egységes Ukrajnáról volt szó. A feladat, hogy akik akkor támadták a hatalmat, azok vonják vissza a karmaikat. Ezek pedig a banderovista erők voltak. A Majdánon lévő kb. 3000 jól fegyverzett, felkészített, kiképzett haderő. Egyrészt, másrészt pedig vonják ki az államhatalmat védő rendőrséget,
és karhatalmi alakulatot. Ezt garantálta három külügyminiszter. A német, a francia és a lengyel. Zárójelben megjegyzem, hogy kettő volt akkor oda meghívva, a német és a francia, az amerikaiak közvetítették oda a lengyel külügyminisztert. És ő vitte a szót. Az eredménye az lett, hogy aláírták garanciaként ezt a megállapodást, amelynek következtében Janukovics visszavonta a csapatokat, senki nem volt ott azon a területen, a Grusevszkaja utcán egészen végig a kormányzati negyeden, parlamentig, az elnöki palotáig, senki nem védte ezt a területet, és azon az éjszakán oda bevonultak a Majdánon lévő, mondom, kb. 3000 jól felfedezett, nem tudom másként mondani, bandita. Elfoglalták a kormánynegyedet, elfoglalták a parlamentet, elfoglalták az elnöki palotát, a Janukovics időben elmenekült onnan, mert hogy egyébként is Harkovban lett volna másnap egy nagy tanácskozás a régiók vezetőivel. A régiók vezetőivel nem tudott tanácskozni, oda nem érkezett meg, az egy másik történet, hogy mi volt és hogy volt. De a tény azonban az, hogy ezek után nyilatkozatot tett arról, mint még létező elnök, hogy én nem mondtam le, nem is menekültem el, én magamat elnöknek tartom, és ezt garantálták az alább említett külügyminiszterek és országok. És akkor megszólalt a lengyel külügyminiszter, és azt mondta, hogy mi kérem, nem garantáltuk semmit, mi szignoztuk. No, itt azt mondom, hogy véget ért a jog, minden véget ért. Innentől kezdve ez a folyamat egy belső polgárháború folyamata, és nem oroszországi, és nem európai, hanem, ha úgy tetszik, a ukrán belső politikai erők küzdelme, nagyon sokféle politikai erővel ezt nem tudjuk elmondani most, és azoknak az amerikai politikai erőknek, nem azt mondom, hogy kormányzati erőknek, hanem azoknak az amerikai politikai erőknek, akik valamilyen módon érdekeltek Ukrajna felbontásában. Hát ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.